éjszaka megijesztettünk egy Emily nevű kis hölgyet. Aztán követtük a suliba, ahol egy srác beszólt neki. Annyit érsz, mint erdőtűz ellen a vízipisztoly. Figyelj, mindenki magából indul ki, válaszolta Emily. Aztán követtük a Petőfi imádó irodalom órára is. Hey, Petőfiké! Hogy nem volnak én halomány, mikor szép orcellet utolszor láttam? És egy kicsit megzavartuk az időt. Aztán az ebédnél megszivattuk a nagypofájú gyereket. Emiatt Emilyt az igazgató elé vitték, aki ezt kérdezte tőle. Te ki vagy? Emily az ötödikből. Én sem tudom, miért vagyok itt. De nézze, valami történik a naplójában. Ezután az igazgató Emilyt pszichológushoz küldte, aki ezt mondta neki. A bölcsesség üldöztéget, de gyorsabb vagy nála. Emily azt hitte, ez csak álom volt. Aztán felébredt. Jaj, de kár, hogy kiadtam. Na gyerekek, mi a tanulság? Jeszkes tovább!